Jelentős szigorításokat vezetnek be Magyarországon a következő hetekben a koronavírus fertőzöttek drasztikusan emelkedő száma miatt. Az üzleteket március 8-ától, tehát hétfőtől, március 22-ig, két hétre bezárjuk. Ez alól kivétel az élelmiszerbolt, a patika, a drogéria és a benzinkút. Az óvodákat és általános iskolákat is bezárják egészen a tavaszi szünet végéig, április 7-éig. A középiskolákon, egyetemeken továbbra is marad a digitális oktatás. Tehát március 8-ától 22-éig minden szolgáltatás szünetel, kivéve a magánegészségügyi szolgáltatások. Bezárnak a konditermek is, az igazolt sportolók meccseit és edzéseit viszont megtarthatják zárt ajtók mögött. Szabadtéren kötelező lesz a maszkviselés. Az utóbbi három napban meredeken emelkedett a napi fertőzés szám Magyarországon. Csütörtökre 6278-an kaptak koronavírus fertőzést, három nap alatt több mint 13 000-en. Egy nap alatt 152-en haltak meg a vírus szövődményeiben. A szigorítás a kormány szerint elősegítheti, hogy két hét múlva, március 22-től ütemezetten megkezdődhessen a nyitás. Most még vannak itt vásárlók, de hétfőre ez a környék ismét kiürülhet az újonnan bejelentett intézkedések hatására. Az iskolák újbóli bezárásával pedig az embereknek olyan érzésük támadhat, mintha visszatértünk volna a koronavírus járvány első hullámának idejére, tavaly márciusra. Senuda Nóra, Euronews, Budapest.